Sziasztok! Ma ismét levest főzök, lencselevest. Sajnos nincsen csak ilyen asztali állványom, ami normálisan megtartja a telefont. Hát akkor kezdjünk neki! Veszünk egy lábast. Beletesszünk egy összevágott hagymát, apróra vágott hagymát. Nem tudom, mi látszik belőle, meg minden. De hát, na ez van. Tehát a hagyma az hagyma. Az egy ízesítő, fontos ízesítő. Na, hagymánk megvan. Akkor most fogjuk, ezt rá is teszem a gáztűzhelyre a fazekat. És hát a lencsét, hát ugye az egész csomagban nem csinálom meg. Egy harmadát. Hát nézzük, hogy nincs benne idegen anyag. Nem az igaz. Mert előfordul, hogy valami más is van benne. Akkor most jön a mosása. Egy kis tálkába megmosom. Hát azért, na, ki tudja, mi mindenem ment keresztül. Sajnos ezt nem látjátok, mert nem automatikus a kamera. Meg fog külni. Ezt hozzáöntöm ezt is a hagymához. Felöntöm vízzel. Bele sót. Nem túl sokat, mert jön bele ilyen, hogy füstölt húsi. Akkor még egy kis zöldség. Fagyasztott zöldség, mint a múltkor. Hát már lassan elfogy. Majd kell gondoskodnom az utánpótlásáról. Jó, túl sokat nem akarok, mert azért a lencse legyen az uralkodó íz. Azt mondja, hogy alágyújtok, haladjunk. Akkor kell még bele egy sárgarépa, ezt már előkészítettem. Ó, hát úgy látszik, hogy még álmos voltam kicsit, úgyhogy nem volt tökéletes a pucolás, vagy bebarnult, nem tudom. Lehet, hogy villanyfény nélkül csináltam. Na, akkor lőzítsük. Nem vágom apróra, mert ha megfő, úgyis könnyen kornállal szét lehet vágni. Teszünk bele még babérlevelet. Az
mondja, hogy olyan papírra van. Ízlés szerint. Kell majd bele még egy kis fokhagyma is, de inkább előbb a húsit teszem bele. Hát van itt egy darabka, ilyen füstölt oldalasszerűség. Ezt leöblítem. És akkor elvágom ketté, mert ez így nem fog beleférni. Remélhetőleg el tudom vágni, hanem akkor gondok lesznek. Hát nem nagyon akar elvágódni, fogalmazzunk úgy. Jó. Jó, hát ez elég zsíros, nem van, majd akkor leszedjük a levesből. El lehetne vágni kis baltával, de akkor meg ezek a szilánkok akaratlanul is valamennyi benne marad. Hogy ezt én most beleteszem így, ahogy van. És még öntök hozzá vizet. Tulajdonképpen ez egy ilyen lencsegulyásszerűség lesz így. Mert hús is van benne. Hát, hogy kell rá majd rántás, vagy nem, az majd a sűrűségéből kiderül. Fokhagymát teszek bele. Ezt egy kicsit azért elvágom, ezt is apróra, mert ugye azért csak jobban szétfő. Még egyet. Aztán később lehet még akár hozzátenni fokhagymát, de inkább a vége felé. De így az elején sem árt. És akkor most nincs más dolgunk, mint felfőzni, várni, hogy puhuljon. Kap egy fedőt. És akkor innen folytatjuk. Tettem oda egy kis lábasba vizet főni, vagyis teszek. Ebbe főzök ki egy kis maradék spagetti tésztát. Kártésztát lehet többet is, de én most így ezt találtam ilyen kis maradékként. Holnap meg majd főzök hozzá ki másként. Voltam a kertben is, hoztam egy kis friss zöld petrezselymet. Meg már akkor, ami volt, leszedtem, mert bármikor lefagyhat. A többit betettem a mélyhűtőbe. Most már lassan oda kell figyelni, hogy ha felfő ki ne fusson, mert felfőt, csak azt hiszem eljebb veszem a tüzet. Igen. Én visszkap egy kis fedőt. Kész. A leves
megfőzésének, illetve a hús megpuhulásának sok idő kell. Addig is felvágom a zöld petrezselymet, kintről hoztam a kertből. Ezt a vége felé teszem majd csak bele. Hát különben elmegy az aromája. És amíg nem láttatok, hogy hát időközben főztem ki egy kis maradék spagettit is. Nem tudom, minek hagytam meg olyan keveset az acskóba, de mindegy, most pont jó lesz egy-két tányér leveshez. Holnap megfőzök ki valami, ami van itthon frissen. Így néz ki a maradék tészta. Hát ennyit tudtunk előkészülni, most várni kell, már kezd jó illata lenni egyébként. Hát a fene tudja, lehet, hogy kevés, lehet, hogy pont elég lesz ez a lencse. Hát ugye nem főzeléket akarunk, hanem levest. De a húsnak sok időre van szüksége. Ha valaki azt szeretné, hogy gyorsabban megfőjön, lehet hozzá tenni egy mokkáskanálnyi szódabikarbonát, és hamaran megpuhul. De hát ugye akkor esetleg előfordulhat, hogy picit érezni rajta ezt az ízt. Most megpróbálom kiszedni a húsikat és felaprózni. Csak 2 darab van benne, ez nem olyan nehéz feladat. Na nézzük csak. Hát az idő pénz, azért jó lenne, ha minél hamarabb, ugye? Készülne. Jaj, hát jó illata van egyébként. Kicsit sápatnak találom a levest, úgyhogy lehet, hogy egy kis piros paprikát szórok bele. Csak így szimplán. Köszönöm, biztos, hogy ezt a kövér részét megeszem, de vízesítőnek egyenlően maradjon a levesbe. Ott. Na. És akkor most lassan készre készítem. Hát egy burgonya sem ártott volna bele, de nincs itthon. Tehát az most így kimarad. Akkor egy kis piros paprika. Az mondja, hogy piros paprika. Jól van nekem. Akartam még beletenni zöld petrezselymet. Már azt összevágtam apróra. Ezt most beleteszem. Hát nem tudom, hogy kéne hozzá még víz. Nektek, hogy hogy néz most ki. Hát meguntam a várakozást, kezdek éhes lenni, meg dolgom is lenne.
Úgyhogy készenek egy tányérra, és veszem. Juhúj, nézzük, mi lesz itt. Akkor egy kis tészta bele. Hát persze a fró tészta az jobb lett volna. Nincs. Most azzal nem vacakolok. Kiderül mindjárt, hogy mit hoztam össze. Itt. Nagy lelkesedéssel. Elképzelhető, hogy később még esetleg egy kevés rántást teszek rá. De most jelenleg ezt meg fogom így enni egy kis kenyérkével. Hát ilyen látom.